egy élmény lesz, mert nagyon sok szép rajzot és gyerekmunkát tudtunk kiállítani, tehát egy közös platformra emelni. Először is kedves gyerekek, hozzátok szólnék, hiszen ti vagytok a mai nap csillagai, a sztárjai. A legjobb és a legőszintébb értelemben mondom ezt. Aki ilyen szépet képes létrehozni, már nyert dicséret és ajándék nélkül is. Amit megköszönök nektek ezen a szép napon, az az, hogy megosztottátok velünk ezeket az élményeket, ezeket a bájos alkotásokat. Amire pedig buzdítani szeretnélek benneteket, hogy ezt továbbra is így folytassátok. A kéz mindig kéznél van, ugye ezt mondja a mondás, és emlékezzetek rá, használjátok a kezeteket továbbra is. Kedves kollégák, olvasni szerető és rajzolni szerető gyerekek. Ez egy kiváló kombináció. Erősítsük bennük a készséget, és motiváljuk őket, hogy felnőtt korukra is megmaradjon ez az alkotási készség. Kedves szülők, látom, szép számmal vagyunk itt, és ennek roppant örülök. Annál többet nem adhatunk a ránk bízott gyerekeknek, mint hogy erősítjük bennük a könyv és a ceruza iránti ösztönös szeretetet. Egy dicsérettel, melléüléssel, mesekönyvvel, amit a kezükben. Nincs jobb ajándék egy doboz színes ceruzánál és egy rajzlap tömbnél. Pedig nem kerül annyiba, mint egy csillogó-villogó ajándék, egy reklámozott ajándékcsoda, ami aztán elromlik, elfelejtődik, de a kéz öröme, a tevékenység szeretete az mindörökre megmarad. Segítsék őket ebben a nagy felfedezésben. 100%-ban vegyes technikát használtak a gyerekek, ötvöztek mindenfélét, ami a kezükbe akadt, ami csodálatos, mert a varázsát az adja, hogy van egy ceruzarajz, amit kiszíneztek, aztán van egy pasztekréta, amit elsatírozgattak, aztán áthoztak ceruzával, de nagyon ötletesek voltak. Aztán néhány díszfestménnyel is találkozhatunk, amit én roppant sajnálok, mert az egy nagyon csodálatos és nagyon épületes technika. Tehát a gyereknek is a készségét fejleszti, ahogy összefolynak a színek, lehet masszatolni vele. Sajnálom, hogy ez egy kicsit felejtésben ment. Talán azért, mert iskolában ez sokkal több problémát okoz, mert sokkal több maszatot csinál, mint amennyit egy kréta vagy egy ceruza. Néhány térbeli applikációt is kaptunk. Egyiket azt látjátok, hogy díjaztuk, illetve a másikat is. Ennyire tellett most. Ezek nem sikerültek annyira jól, amiket nem állítottunk, vagy lefelemtettünk a díjazottak közé, de ők is nagyon ügyes kézről tanúskodóan dolgoznak.